akkor szavaztok kuritulók, mert pedig a pízenős örgyárból egy újabb részt nézzétek meg a hatalmas erjesztő kádakat. Nézzétek meg, mentorák, sárga rész, mindenféle csövek. Hát remélem jót mondtam, és tényleg ezek azok. Nézzétek mindenféle, merre a szem ellát. Csak ezek vannak, és a felső szinten is. Gyönyörű impozáns látvány, mint a sörüzem, még a régi is, meg az új gyáregység is, kérem szépen. Felnézzünk felülre, fordítjuk el a kamerát, más nem nagyon legyen benne, hanem muszáj. Fönn szintén az óriási üstök, vagy kád, akinek hogy tetszik, nézzétek, hogy a szem ellát, csak azok vannak még a felső szinten is, kérem szépen. És meg egy idegenvezető hölgy is közben. És mindig érez ezt a nagyon finom, komlós malátás iratot itt a üzem felső részén. Nagyon szép és látványos. És itt van vetítés
The result of slow and cold fermentation is green beer. It then matures in lager tanks for approximately 30 days, which is why Pilsner Urquell is called bottom-fermented pale lager. Pilsner Urquell beer is distributed to customers in bottles, cans, barrels and tanks. Just like back in the era of brewmaster Joseph Kroll, the total production time of Pilsner Urquell beer is approximately 5 weeks. Cheers. Tovább visszamegyünk a új üzembe. És úgy egy látványos videót láthatatok, hogy hogy készül a sör. Egyiket megnézzük, itt van. Valamilyen... mozog. Eltöttünk az épületbe, ismét megcsapott ez a brutális meleg. Tettek meg itt van pár pilzneri dolgozó, pilzneri dolgozó. Megyünk tovább a új épületbe, ahol szintén részletes mennyiségünk áttalálható, és brutális meleg van. So now we came into the modern brew house. This brew house was opened in 2004, and you can see here three brewing units. Every brewing unit has 5 watts, and I will explain you the procedure. In that meshing tun, we mix the malt with water, and then 1/3 of the volume goes down to these two meshing kettles. We heat them by direct flame, and we repeat this procedure times. After that, it goes to the stainless steel lottery tun, where we divide the liquid part from the solid part, and the liquid part goes here, where we add the hops. After that, we have hop work. Every day, this brew house can brew 1 million liters of hop work, and the capacity will rise because they are adding the 4th brewing unit, so it will be more. And the beer is being brewed right now. Megyünk ismét tovább. Brutális meleg volt benne, ezt hozzá kell tenni. És ott a régi épületnek a átjárója. Úgyhogy akkor a mai rész az ennyi volt, kedves nézőim. És visszanézünk a régibe. Kedves látogatók, hogy integetnek nektek, nézzétek meg, még egy szégy néz ki a rég. Most elköszönöm tőletek. És ha jól számolom, még egy pilzneni rész lesz innen a sörgyárban. Úgyhogy szevasztok, legközelebb újra jövök.